Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy villámhír október 5-én. Mint ahogy a képen látható, ez az út előttünk van. Ez jelenti a mi életútunkat. Szaturnusz bolygó az kihat a sors útunkra, és a mai napon együtt hat a holddal. A hold az befolyásolja a napjainkat, a hold kihat az érzelmeinkre is. És mivel Szaturnusz bolygó befolyásolja a hold mozgását jelenleg, kihat az életútunkra. Szaturnusz bolygó az őrzi a kármikus témákat is, és tanít bennünket. Az lehet, hogy itt most döntésekről van szó, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy egy terv megvalósuljon, de azt is jelentheti, hogy Szaturnusz bolygó tanít most, és vannak még akadályok, amit el kell távolítani, ami az életutunkat, tehát a jövőt illeti. A mai napon lehet egy jó hír, vagy egy jó tanács. Előfordulhat, hogy valaki befolyásol most bennünket, különösen a változásokról és döntésekről van szó. De ez jól hat ki ránk. Persze az is fontos, hogy átgondoljunk mindent, hogyan tovább, melyik úton haladjunk. Szaturnusz bolygó és a hold az indiai asztrológia szerint a bak jegyében, tehát a föld elemében van. Mars bolygó szimbolizálja ugyanaz élet erőnket is, de jelenti a férfiakat. Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet, de jelent bennünket hölgyeket is. És mivel Mars bolygó és Vénusz bolygó mindkettő a Föld elemében van, így megvan ez a hármas kapcsolat. A bak jegyek között, a bika jegyek között és a szűz jegyek között. És ez kiváltja ezt a harmóniát. Persze, hozzá kell fűznöm, én az indiai asztrológia szerint dolgozom. Mivel a bolygók a Föld jegyében vannak, és Jupiter bolygó a víz jegyéből hat, ami kihat az érzelmeinkre is, itt megvan ugyan a harmónia, de az energia az egy irányba fordul, illetve egy irányba halad. Ehhez mutatok most egy képet. Az Ajurvéda szerint itt ezen a képen láthatóak a dósák. Három irány van, vata, pita, kafa. Ezek energiamezőt jelentenek. És mivel kafa az utal a föld elemére és a víz elemére, a napi horoszkópban most ez áll, a föld eleme és a víz eleme. Tehát most van nálunk ez a kafa energia, ami utal a biztonság érzetére, kicsit visszahúzódó, megnyugtató. Az lehet, hogy most nincs mozgás. Amennyiben a közel múltban nagyon sok volt nálad a mozgás, a stressz, akkor ez a kafa energiamező segít abban, hogy visszahúzódj, megtaláld a belső nyugalmadat, ki tud magadat pihenni, tervezz valamit, gondolkodj el azon, hogyan tovább, melyik irányba, és itt hozhatsz döntéseket is. Amennyiben ezt másképp élted át, és minden olyan nyugodt volt, és úgy gondoltad, nem megy tovább, megálltak az események, akkor ne maradj ebben a kafa energiamezőben, hanem legyen mozgás, tégy valamit, találkozz másokkal.
barátokkal, szervez egy kirándulást, vagy sétálgass, vagy legyen sport, mozgás, utazás, változások, akkor kiegyensúlyozod ezt az energiamezőt, ami kihat a belsődre is, hiszen megvan a belső egyensúly. Visszatérve most az utakra, ez azt jelenti most számodra, tekints abba az irányba, amit szeretnél elérni, gondolkodj el azon, hogy tudnád elérni a céljaidat. Ha vannak még akadályok, akkor ne légy emiatt elégedetlen vagy dühös, hanem úgy tekintsd, itt vannak még megoldatlan témák, ez lehet, hogy pontosan ezt tanulod meg jelenleg, amit Szaturnusz bolygó kiválthat most, és ha megoldottad ezeket a témákat, akkor nincsenek már akadályok, van egy egyenes út előtted, és ezen az úton haladhatsz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!